Köszöntöm Weekend című műsorunk minden kedves nézőjét. Programajánlók, hasznos információk, körülbelül ezekkel készültünk Önöknek a mai napon is. A programajánlók és hasznos információk mellett némi szépséget is mutatunk azért. A stúdióban köszöntöm Szabó Veronikát, szervusz, köszönöm, hogy eljöttél ide hozzánk, és már is jönnek azok a pillanatok, amikor meg tudjuk mutatni az említett szépségeket. Ugye minden évszaknak megvan a maga szépsége és a maga jellegzetessége. Mi most arról ejtünk pár szót, és cserélünk eszmét, hogy az őszi hónapokat, magát az őszt hogyan tudjuk a lakásunkban, az otthonunkban, a lakás dekorációban megeleveníteni és visszaadni. A természet alkotta szépségeket. Köszönöm szépen a meghívásotokat, és hoztam egy pár dekorációt, amit készítettünk, de én azt gondolom, hogy az ősznek olyan csodás színei vannak, hogy bármit fel lehet használni, amit az ember a természetben talál. Különböző trendek vannak most, ami divatos. A megunthatatlan és az örök az ugye a szárazvirág és a természetből összeszedett dekorációk felhasználása, vagy a dekorációkban való felhasználása. Van most ez a vintage stílusú dekoráció, ami szintén megjelenik az őszi színekben, ez a rozsda hatással, illetve a rozsdásításnak a elérésében, vagy annak a hatásnak az elérésében. De az még önmagában nem jelenti az őszi hatást, csak az egy alapot képez. Ez egy alap, igen, és akkor például egy fa alapot lehet akár rozsdásítani, és hiába nem fémet, hanem fát rozsdásítunk, és abban lehet különböző dekorációkat, mondjuk egy ilyen fatárolóban, mint ez, különböző dekorációkat, kompozíciókat összepakolni, de lehet ajtókopogtatókat, vagy ajtódíszeket készíteni, mint ahogy itt látható. Ezek most szintén nagyon divatosak, ezek a kerámia virágok, vagy kerámia kis gombák, amiket be lehet szúrni ezekbe a kész koszorúalapokba, vagy lehet koszorúalapot készíteni is, illetve a fémes metál akrilfestékeket lehet felhasználni az őszi színek minél szivárványosabb színének a megidézéséhez. Vagy van a raffia, amit szintén fel lehet használni ezeknél a díszeknél. Ha alaposabban széjjel nézünk itt az asztalon, most lehet, hogy én távol ülök attól a kis kopogtatótól, amit az imént mutattál, de ott természetes anyag is van, ugye? Uh-huh. Természetes, tehát mohol, zúzmó került felhasználásra, fa, tehát szőlőnek a venyigi vannak felhasználva, koszorúnak elkészítve, és arra vannak kerámia díszek, illetve fa díszek felragasztva. Jelenti-e az, hogy természetes anyagokat is felhasználhatunk, hogy esetleg csak abban az adott évben tudjuk azt a dísztárgyat használni, vagy esetleg ezek időtállóak attól függetlenül, hogy nem csak kerámia, vagy esetleg más jellegű dolog kerül rá? Attól függ. Például van olyan vásárlónk, aki mindig megújítja a koszorúját. Tehát az adott évszaknak megfelelően átalakítja, egy kicsit felfrissíti, leszedi az őszi díszeket, és akkor felrakja a télit rá. Tehát lehet megújítani, vagy van, aki egészen új koszorút készít. Tehát én azt gondolom, hogy az alap az mindenképpen időtálló, és azt lehet utána variálni még bármivé. Én gondolkoztam már sokat rajta, biztos, hogyha a genetikusok elkezdenek kutatást végezni, akkor a nőknél két gén rész biztos előbukkanna. Az egyik az a ruha, a másik pedig a dekoráció, mert a nők dekorálnak általában, tehát hozzánk is inkább hölgyek járnak. De a dekorációnak számtalan formája van a textilektől egészen a asztal dekoráción át az ablak, az ajtó dekorációig, tehát ez ránk jellemző inkább, hogy mi szeretnénk egy picit harmóniába kerülni a természettel, ez jelenik meg most az őszi színeinkben is. Ha én jól belegondolok, és mondjuk egy anyuka eszembe jut, aki szívesen foglalatoskodik ilyesmivel,
és mondjuk vannak gyerekek otthon, akkor azért ez egy klassz családi együtt töltött pár óra hossza lehet egy délelőtt vagy egy délután, amikor az aktuális dísztárgyakat elkészítik. Ez mennyire jellemző? Elég sokan jönnek be anyuka lányokkal, kislányokkal, nagyobb lányokkal, van, aki már a saját szoba dekorációját készíti, van, aki pedig közösen a család együtt készíti. Könnyű dolgunk van, mert hogy vannak ilyen előre kivágott kis fa figurák, amiket fel lehet rakni, vagy raffiából, filcből, zsákanyagból. Olyat az óvodában lehet... is csinálnak a gyerekek, igen, tehát igen, ezért tehát az már elég hamar elkezdődik. Elég hamar elkezdődik a ránevelés. De egészen más egy lakás, hogyha egy teljesen natur lakás, vagy hogyha egy pici életet viszünk ezzel bele, és hangulatot viszünk bele. Fahéj például. Vagy hát az pici... maradhat karácsonyig. A karácsony, lehet, igen, tehát akár karácsonyra. Vagy gombok, tehát ilyen apróbb színek szerint gombok, tehát ilyen barnás, narancssárgás az őszi színekhez. Tehát bármilyen dekorációval lehet, kinek ízlése szerint ezeket a díszeket. Én azt olvastam, vagy azt hallottam valahol, hogy mindenki ahhoz a hónapot, vagyis ahhoz az évszakhoz ragaszkodik inkább, amelyik hónapnak az szülöttje. Te melyik évszakban születtél? Hát én februári vagyok, úgyhogy egy kicsi jeges hónapban. És hogy állsz az őszhöz? Én a gesztenyét imádom, tehát nagyon-nagyon szeretem a gesztenyének a színét elve, illetve a formáját. Valószínűleg ez gyerekkorból maradt ez a gesztenye szeretete, mert nagyon-nagyon sok gesztenye figurát készítettünk. Nem tudom, hogy te készítetted el gyerekkorunkban, de most is van otthon a polcon. Mindig eldől, de azért segítünk rajta, hogy aztán talpon maradjon. Te hogy állsz a saját otthonoddal a dekorálás? Hát a saját otthonom dekorálásában a gyűjtögetés szintjén állunk most a gyerekekkel, tehát a gesztenyét most már lassan nyílik, tehát azt kezdjük összeszedni. Tavaly rengeteget szedtünk, hatalmas gesztenyehalom volt otthon, a dióból szintén. Gyerekekkel, a gyerekeim is szeretik a különböző dekupás technikákat is alkalmazni, tehát dekupázsolni is szoktunk, illetve a koszorúkat, most már az ajtódísz is megjelent nálunk, az őszi ajtódísz. Jó úgy vendégségbe menni, vagy látogatóba menni valakihez, ha már ilyen kopogtató vár bennünket például az ajtón, mert ugye a szemünket gyönyörködteti, de ezáltal egy szép érzés a lelkünknek. Gondolom, ezt így jól mondom, és talán már ezért is megéli, hogy nem csak magunk kedvéért, hanem mások kedvéért is. Veronika, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk, maradj még, érdekes dologgal folytatjuk itt a Weekend című műsort. Két fiatalembert köszöntök szeretettel, nagyon érdekes a témánk is, létrevágta, Kis Sándort és Madura Gergőt köszöntöm. Gondolom, hogy ti már azért nagy izgalomba vagytok, hiszen egy fontos eseményre készültök, és egy fontos eseményt készítettek elő, amely második a sorban, hiszen Budapesten 2015-ben az első létrevágta már várta azokat az embereket, akik szerették volna kipróbálni önmagukat. A létre szót ismerem, a vágta szót ismerem, a létrevágtával nem találkoztam egészen addig, amíg ugye ti nyíregyházi fiúk meg nem alkottátok az ország számára ezt a családi napot és megmérettetést. Az ötletgazdától szeretném kérdezni, hogy miért érezted azt, hogy egy ilyet létre kell hozni, és egyáltalán miből gondoltad, hogy ennek lesz foganatja? Hát igazából nem csak én vagyok az ötletgazda, ugye ez a nyíregyházi festékboltból származó ötlet. Azt mondtuk, hogy valami olyasmit kellene kitalálni, ami a festő szakmának úgymond a védjegye, ezért próbáltunk ugye olyan dolgokat kitalálni, ami nem valósulhatott volna meg, és utána ugrott be, hogy akkor ez a létrevágta, ez végül is kivitelezhető, és egy nagyon jó ötlet. Igazából nem hallottunk róla, hogy valaki még csinált ilyet az országban, legalábbis ekkora volumenűt biztos, hogy nem. Szerintem jól csináltuk, mert tavaly is hatalmas sikere volt ennek a dolognak, elég sokan eljöttek. Most itt lesz Nyíregyházán, reméljük, hogy itt is azért körülbelül ugyanannyi emberre számíthatunk, úgyhogy ez egyben családi nap is, ezáltal több embert várunk. Meg is fogod majd mutatni nekünk, ugye, hogy mire kell gondolni. Persze. Én viszont ezért mindenképpen szeretném megkérdezni, hogy ki a legügyesebb? Tehát mit kell nagyon jól csinálni?
hogy ki a legügyesebb? Igen, tehát ki lehet a győztese egy ilyen versenynek? Tehát hát, aki mit csinál, gyorsan vagy sokszor? Igazából szerintem aki minden nap azért rajta van a létrán, tehát azért egy szakembernek kell lenni. Az, hogy hetente vagy havonta egyszer felmegy valaki, az nem fogja megnyerni, de hát igazából itt nem is arról van szó, hogy ki nyeri meg, hanem hogy egy ilyen összetartásszerű rendezvényt csináljunk. Mint egy jó szakmai nap, ami kinőtte magát családi nappá. De ami arra még a kérdésem vonatkozott, hogy tehát nem itt felmegyünk, ott meg lejövünk, hanem magával a szerkezettel, a járművel haladunk. Így van. Hát igen, hát mindenféleképpen ugye az a lényeg, hogy ne féljen, aki felmegy rá, tehát mert sokan azért fent a magasba egy kicsit megszeppennek. Igazából technológiailag, aki festőszakban benne van, az már nem is figyel, tehát olyan, mintha itt az utcán járkálna, mert igazából nem is tűnik fel neki, hogy ő fent van vagy lent van, mert annyira egyértelmű. Te szereted a szakmádat? Igen. És hogyha újra választhatnál? Hát ha újra választhatnék... Mert hogy azért ez egy kis kreativitást és alkotási kedvet is igényel, azért gondolom, hogy valaki, ha szépet alkot, akkor elégedett a munkájával. Tehát, hogy közben ügyes, és mondjuk még a következő megbízást is el tudja vállalni, az nem egy utolsó dolog. Mindig érdekelt a festőszakma, meg ugye kiskoromban is, mint minden gyereknek, a sok szín, az ilyen érdekes dolgok, meg az új kreatív dolgokat mindig megnéztük mindenki. Úgyhogy igazából engem az vonzott erre a szakmára, és reméljük, hogy jó úton haladok ebben. Na, hát akkor szerintem létrára fel. Közben Sanyitól kérdezném, hogy mik a legfontosabb paraméterei a második országos létravágtának? A legfontosabb a biztonság. Mert akárhogy is nézzük, a versenydruk benne van az emberekben, és képesek olyan dolgokat is csinálni, amit lehet, hogy épp festés közben nem vétnek el. Ezért van egy 4 sávos pályánk, vagy 3, ezt majd még a helynek a méreteitől majd meglátjuk. És biztosító kötélen lesz hevederre, rendes hegymászó felszerelése, úgyhogy a biztonságra nagyon odafigyelünk. Többféle technika is van, amit Gergő nem említett meg. Lehet ezzel a jobbra-balra mozgással, és ami már igazán be van törve létre, azzal akár előre és hátra is lehet vele közlekedni. Nagyon érdekesek ezek a dolgok. Ami nagyon fontos tényleg a felszerelés, a technika, mi erre megpróbálunk odafigyelni mindenféle szempontból, de a tavalyhoz visszatérve, a tavalyi versenyhez hál' Istennek ilyen probléma nem volt, mindenki stabilan lát a létrán, tudta, hogy mit csinál, és 5 fokos létrával lehet indulni a versenyünkön, és bárki, aki érez magával egy kis tehetséget a létrán, hobbi festő, bárki meg tudja mutatni a tehetségét. Sok támogatónk van, hál' Istennek, ajándékokkal is tudjuk őket majd jutalmazni ezután. És ami a legfontosabb, hogy ez egy családi nap. Gergő mondta, az előbb említette, hogy ő is már gyerekkorában érintette meg őt is ez a festék, ez a színkeverés, stb. És ezt próbáljuk mi is majd a gyerekeknek kommunikálni. Nagyon sok olyan része lesz a dolognak, ami több szegmest foglal magába. Például a graffiti. Az is mondható, hogy egy festős dolog, sokan elítélik, sokan nem. Az egy, azt mondom, hogy külön művészi ág. Hát, ha jó helyen van, akkor csak így gyönyörködünk van, benne. Így van, csak gyönyörködni lehet benne, pontosan ahogy mondod. És lesz egy külön emberünk rá, aki a támogatókat föl fogja fújni, és van egy saját maga kis elképzelése, ahogy mondom, ez egy külön világ, és azt is föl fogja fújni, egészen reggeltől délutánig fogja csinálni, egy 4 méterszer, 3 méteres vászlom, úgyhogy nem is lesz egy olyan kicsi, és végig lesz videóval véve, megpróbáljuk ezt is megcsinálni, és akkor végén ilyen gyorsított lejátszásba majd vissza lehet nézni. Nagyon érdekes lesz ez a dolog is. Közben a gyerekeknek lesz ilyen fizikai kísérletek, ott is a színkeverésről lesz szó, aztán különböző kézműves foglalkozások, akár ilyen kéznyomokat is tudnak csinálni. Abszolút változatos, színes, mint ahogy a festékre. Hát nagy büszkeség ugye, hogy 2 nyíregyházi fiatalember az, aki létrehozott egy ilyen kezdeményezést. 2 dolgot kérdeznék mindenképpen. Tehát aki eddig csak tojást festett, az is bátran elmehet, mert festék lesz. Tehát hogyha nem is indul egy ilyen versenyen, mert azért ennél gondolom, hogy kicsit gyorsabban illik majd csinálni, tehát mert ez csak egy bemutató jellegű dolog volt. Mikor, hol és hány személyre számítottak?
Ez most lesz hétvégén, szombaton, szeptember 17-én. A Korzó mögötti részem, ha jobban be tudom határozni, Nyíregyházán azért nagyon sok rendezvény volt, ott ilyen pálinkás, meg boros fesztiválok. Jókai tér. Így van, pontosan Jókai tér, és azon a részen lesz megrendezve. Minél több emberre számítunk. Mikor kezdtek? Reggel 9 órától lesz a regisztráció, és akik regisztrálnak, azok kapnak majd egy karszalagot, akik részt tudnak venni ezen az eseményen. Ingyenes az esemény, ezt azért jó kihangsúlyozni, mert manapság nem nagyon szokott ilyen lenni. Ingyenes a rendezvény, ebbe tartalmaz magába egy evédet is, ami ha jól tudom, babgulyás lesz, úgyhogy mindenki készíteti a hasát is. És ahogy mondtam, ingyenes az esemény. És aki hány vendégre számítotok, vagy milyen? Tavalyihoz képest remélem, hogy többen leszünk, mert erről a részről, a Szabolcsból sok ember jött föl Budapestre, és most Sopronból jönnek majd le, és arról környékről ide Nyíregyházára, úgyhogy tényleg az országosan megmozgatjuk itt az embereket, és egy kicsit előrelátólag annyit elárulok, hogy jövőre nem csak egy évben egy eseményünk lesz, hanem lehet, hogy lesz több is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és a legjobbakat kívánom időjárásban is, és mindenben nektek ehhez az eseményhez. Köszönjük. Mi pedig egy picit témát váltunk, egy beszélgetés következik. 71 évvel ezelőtt több lengyelországi munkatábort megjárva tért haza otthonába az a gödöllői idős férfi, akivel munkatársunk Nyírbátorban az Életmenete Alapítvány holokauszt vándorkiállításának megnyitóján találkozott. Él moli rachamim, sajhén vám rajmim. A holokauszt áldozatainak szólt az ima hétfő délelőtt Nyírbátorban az Életmenete Alapítvány holokauszt vándor kiállításának megnyitóján. Az Amerikai Egyesült Államok nagykövete is részt vett a tárlat megnyitón, aki beszédében kiemelte, a gyűlölet és intolerancia mai napig él, ezeknek az érzelmeknek pedig a hasonló kiállítások és az oktatás az ellensége. Unfortunately, we see these things alive in today's world. Ezek a dolgok sajnos mai napig velünk vannak, a békés jövő nem garancia, ezért együtt kell azon dolgoznunk, hogy gyermekeink jövője ne legyen hasonló. Ehhez hasonló vagonokban szállítottak több ezer embert Magyarországról lengyel és német munkatáborokba a II. Világháború idején, Nyírbátorból 2000-nél is többet. A megnyitón Forgács János holokauszt túlélő saját tapasztalatairól mesélt. Iskola végzése után minden barátom tulajdonképpen lényegében keresztény volt, és egyszer csak meglepetésre a Gödöllő nem volt egy antiszemita város, tehát nagyon jól megvoltunk, apámnak volt egy kis hentes műszeres üzlete, az egész 10 000 fős község volt, tehát mindenki ismert bennünket, én is nagyszerűen éltünk. És akkor következett be tulajdonképpen, hogy a németek bevonultak Magyarországra, ezen belül Gödöllőre is. Most hát ott Gödöllő volt egy nyilas keresztes párt, de úgy nem lehetett hallani a hangjukat, ilyen bélyegeket ragasztottak nyilas keresztes jelvényen, de nem. De amikor ezek bejöttek, a németek, attól kezdve vonultak végig a főutcán, és hallani kellett 16 éves korban, énekelték egy ilyen kuplé dallamára, hogy egy szili, két szili, megdöglött a főrabi, bátorság, éjjel szálasi. Éjjel a szál is meg a Hitler, mert a zsidóknak itt helye nincsen. Hát ez már nagyon szívelített bennünket, én már gyerek, aki nem politizáltam miért, ez már azért érthető volt számomra, hogy itt egy más világ kezdődik. A most 88 éves férfit 16 éves korában 79 társával együtt Gödöllőről szállították munkatáborba 1944. júliusában, ahol folyamatos terrorban tartották őket. Én olyan éhes volt, abban a csajkából egy kanállal elvettem ebből a levesféléből, a számba vettem, és akkor fordult be a sarkon. Hát ez retteltes bűn volt, oda jött, én elsősorban álltam, hogy a kezemben a csajkával, oda jött, retteltesen leordított németül, majd láttam, hogy kigondolja a pisztolytársát, hogy agyöllő. Hát ez egy akkora bűn. Majd lehuntam a szemem, mert teljesen mindegy volt, kilátástalan volt, hogy valaha megszabadulunk, teljesen mindegy volt, hogy hol döglünk meg. Lehuntam a szemem, vártam, de nem lőtt nagyon, visszatette a pisztolyát, elvette a csajkát, és itt baloldal arcul vágott. Így menekültem meg egy másodperc alatt, hogy most nem tudtam volna elmondani. Forgács János úgy nyilatkozott, a második születésnapjaként tekint arra a dátumra, amikor hazatért a munkatáborokból. Április vége felé 45-ben
összeszedtek néhány százunkat, nem tudom milyen alapot, kicsodákat, és bevagoníroztak, de nem marhavagomba, hanem pulva vagonokba. És elvittek valahova, majd megállt egy erdő szélén a vagonsor, és a parancsok elment valahova, majd egy fél óra visszajött, és azt mondja, hogy baj van, vissza kell fordulnunk, mert én nem tudom, ez osztrák vagy svájci határ volt, nem fogadtak be bennünket. Visszamentünk, és akkor mitten van a város mellett, az Izár, nem, Izár folyó nem messze ott ered, hát akkor olyan 15 méter széles volt, nem több. Ott leheveredtünk, kiszállítottak, leheveredtünk, és akkor jött egy vörösszerzes kocsi, teherautó, ami hát akkor a hadseregnek sem volt más, nem voltak mentőautóik, mint most, ez a mentőautóik volt. Kiszállt egy ilyen horogkeresztes szalaggal, katonaruhába egy nő, kiderült a parancsok felesége. És többen hallották, hogy azt mondta, hogy hogy lesz ilyen marha, ezeket most akarod nagyon lőni, föl voltak állítva a gépfegyverek, ezeket most akarod nagyon lőni, itt vannak az amerikaiak 5 kilométerre. Tényleg elment feleségestől 5 perc múlva egyetlen rabőző se volt, az eszet tartják. Eldobáltak mindent a fegyveren kívül, eltűntek. Ezután még pár hónapig már felügyelők nélkül Lengyelországban voltak Forgách Jánosék, és végül 1945. szeptember első hetében sikerült hazajönniük.